75 éve ezelőtt Erzsébet napi előestéjén hurcolták el a magyarokat, németeket a szolyvai táborba. Körülbelül 40 ezer ember halt itt meg, és ha nem is csak a szolyvai táborba, de a környékbeli táborokba is, és hát ennek erre a megemlékezésre nagy köszönet azért, hogy itt lehetek, és meghívtak erre az eseményre. Először is a főhajtás és a megemlékezés gondolata az, ami az emberbe ilyenkor előjön, hiszen az őseinknek, az elődeinknek köszönhetjük azt az életet, amit most élhetünk. A másik pedig, hogy köszönjük a munkáját azoknak az embereknek, személyiségeknek, akik ezt az emlékparkot létrehozták, hiszen ez ma már a magyarságnak egy zarándokhelye, egy nagyon fontos emlékhelye azért, hogy a múltunkat ne felejtsük el, és identitás megőrző és identitás erősítő hely legyen. Továbbiakban pedig azt se felejtsük, hogy Európának ezen a felén, ugye itt Kárpátalján, ahol több nemzetiség él, itt ezek a nemzetiségek kialakították, népek, nemzetiségek kialakították a maguk kultúráját, maguk nyelvét használták, és közösen ennek a területnek az értékét emelték. Itt mindenki értéket teremtett, attól függetlenül, hogy ki volt az aktuális hatalom, aki gyakorolta itt az uralkodást ezen a területen. Hiszen tudjuk, hogy Kárpátalja egy olyan különleges státuszú terület, ahol egy ember öltő alatt ötször változott a hatalom, a hatalmat gyakorló erő. Ezért az embereknek bizony nagyon nehéz volt ezt megélni. Itt próbára tették az embereknek az identitás megőrzését, hiszen mindegyik hatalom azt kívánta, hogy az itt lakók vegyék fel azt az identitást, amit a hatalom igényelt vagy akart volna. A jelenről szólva viszont ne felejtsük el, hogy 2010 után a magyar nemzetpolitika az radikálisan változott. És az egyik alapelve a magyar nemzetpolitikának az, hogy minden magyar számít. És nem csak a jelen magyara számít, hanem számít a múlt, számít a jelen és számít a jövő. Ezért a magyar kormány indítja a különböző gazdasági programokat, hogy a jelent segítse. A jövőt a gyerekvállalási kedv és gyerekvállalás támogatásával segíti. A múltat pedig úgy, hogy ezeket a történelmi emlékhelyeinket rendbe rakja, feltárja, rendbe rakja, és segítséget nyújt a magyar állam ehhez. Továbbá ne felejtsük, hogy ma Ukrajnában a kisebbségi jogok terén visszalépés van. És ezért úgy, hogy tudjuk, hogy az ukrán népnek is a történelmében nagyon nehéz időszakok voltak, hiszen szenvedtek éhínséget, asszimilációs törekvéseket, nyelvvesztést, és azért említettem egy olyan közmondást, ami egy román közmondást, és azt mondja, hogy ami neked nem tetszett, azt ne csináld mással. Úgy gondolom, hogy ez nagyon illik, és régóta bennem van, őszintén szólva ez a gondolat, hiszen furcsálom, hogy egy olyan nép, amelyik megtapasztalta ezeket a folyamatokat, ezeket a negatív folyamatokat, most ugyanezt csinálja azokkal a kisebbségekkel, nemzetiségekkel, amelyek a területén laknak. Itt nagyon reméljük, hogy ezt átgondolják, és újra átgondolják, és visszakoznak ezekből a törvényekből.